Én nem szoktam ilyen könyvbemutatókon nagyon magamról beszélni, és most is vissza fogom fogni magamat, de hogy van kapcsolódás, vagy hogy egy ilyen nagyon személyes élmény Zsófival. Mert hogy Zsófi tavaly a Mastercard alkotótárs ösztöndíjra adta be a pályázatra ezt a szöveg. Hát mi volt? Ez egy munkaterv volt még csak, és egy szövegrészlet. És nekem akkor az volt a feladatom, hogy a 10 shortlistes pályázóval csináljak egy nagyon-nagyon rövid interjút. És hát minden tervet elolvastam, és Zsófihoz érve elolvastam a szívhangnak a részletét. És előtte pár nappal derült ki, hogy babát várok, és a Zsófival nem is értük el egymást, mert ott a wifi tardom, vagy nálam valami akadozott, és én akkor Zsófinak ezt nem mondtam, hogy fájó szívvel kellett ezt olvasni, vagy hogy nagyon nehezen olvastam egy ilyen új helyzetben, és akkor Zsófi megnyerte ezt az ösztöndíjat, és akkor én titokban odasúgtam neki, hogy te képzeld, én terhes vagyok. És akkor Zsófi azt mondta, hogy te képzeld, én is. És akkor utána kapcsolatban maradtunk, hogy gyakorlatilag majdnem együtt szültünk, vagy hogy egyszerre, és ez valahogy így nagyon, hát így nagyon közel hozza az embert egy ilyen élmény. És nagyon vártam ezt a kötetet. Féltem tőle, nagyon, de hogy nem kellett félnem tőle, és ez remélem, hogy a végére ki is derül, hogy mennyire nem kell félni tőle. Kezdjük a legelején, Zsófi, hogy hát azt mondtad, hogy ez egy traumafeldolgozás volt neked, ahogy elmondtam, erre az ösztöndíjra pályáztál ezzel a szöveggel, és engem az érdekel, hogy hogyan lesz egy ilyen naplószerű traumafeldolgozás, vagy egyáltalán az volt-e, hogy te magadnak jegyzetelted az érzéseidet, meg gondolataidat egy olyan helyzetben, amikor egy vetélés után van az ember vidéken. Vagy te már akkor így a kis agyadban sejtetted, hogy ebből valamikor egy irodalmi mű fog születni? Kicsit mind a kettő. Visszatérek, csak hadd gratuláljak az új Mastercard győztesnek, és köszöntsem a többieket itt. Gratulálok, szkoláros szintén. Szóval kicsit mind a kettő volt, amikor egyébként nem izgultam a bemutató miatt, egyedül azon izgulok, hogy írásban sokkal jobban tudok kihúzni olyan dolgot, amit végül is nem akarok elmondani szövegben. Szóban viszont, ha kimondok valamit, akkor ezt itt mindenki hallani fog, és nem tudom visszaszívni. És hogy szeretnék valami finom határvonalat találni abban, hogy ez mégiscsak a magánéletem, hiszen ez a saját vetélésemnek a története. Hozzáteszem úgy, mint az első kötetben is sok részletet kitaláltam, eltúloztam, viccesebbé vagy tragikusabbá tettem, de alapvetően én vagyok a mesélő. És amikor a vetélés történt velem, akkor hát én ezt nagyon-nagyon mélyen éltem meg, és nagyon rosszul voltam. Tudtam, hogy ezt egyedül nem tudom feldolgozni. Igyekszem én is keveset beszélni a magánéletemről, de azt hiszem ez fontos. És én gyorsan pszichológushoz fordultam, és ahogy egyre többet beszéltünk, úgy egyre intenzívebb álmaim lettek, és volt egy olyan álmom, ami nagyon kikészített. Azt álmodtam, hogy az az orvos, aki az egészségügyi küretet végezte rajtam, ő tologat engem egy nagyon szép mezőn, egy tolókocsiban, és orvosi köpenyben van, én ilyen hasonló utcai ruhában, és ő úgy, mint egy apuka, így szeret engem, és tologat az erdőben, és jól érezzük magunkat, és úgy megbízom benne, és szeretem, és ő körbe mutogat, a madarakról beszél, nem is tudom, a virágokat szedi össze nekem, és egyszer csak odaértünk egy szakadékhoz, és a szakadék szélén egyszer csak átváltozott az arca ilyen gyerekbibliából jövő ördög fejé, szarvakkal, és nagyon taszított a tolószékemen, és lelökött a szakadékba, de úgy, hogy én még kapaszkodni próbáltam, és nem tudtam visszamászni, és ott lögdösött. És akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon haragszom erre a szerencsétlen orvosra, aki semmiről nem tehet. És hát tudtam, hogy ez nekem hasznos, hogyha írni kezdek róla. Én azt hittem, hogy ezt csak magamnak írom. Amikor megláttam a pályázatot, akkor gondoltam, hogy megpróbálom. Hát, de ha nem nyertem volna meg, akkor biztos, hogy nem foglalkozom tovább ezzel a szöveggel. Hozzáteszem, felszabadító volt foglalkozni vele, inkább szórakoztató, de amikor megnyertem, akkor be voltam szarva, mert hogy terhes voltam, ráadásul veszélyeztetett terhes. 2 hónapig feküdnöm kellett, pont miután megnyertem ezt az ösztöndíjat. Ez a munkának jót tett, mert hogy fekve tök jó volt írni.
És aztán végül is ezt már mondtam, hogy átbillent abba, hogy nem nyomasztott az, hogy veszélyeztetett terhes vagyok, és a vetélésről írok. Valahogy inkább jól sült el. Az, amikor olvastam, akkor, és nehezebb részekhez értem, akkor mindig az lebegett a szemem előtt, hogy te terhesen írtad, és hogy megszületett a kisfiad, és hogy egészséges, és minden rendben van. És innen olvasva is könnyebb az egész történetet befogadni. De hogy engem, még amit mondtál, hogy persze néhol eltúloztad, néhol viccesebbé tetted az adott helyzetet, hogy hogyan alakul ez szép irodalmá? Mert hogy ez egyértelmű, hogy hol és mit kellett változtatnod azon, hogy ne a te naplód legszemélyesebb traumafeldolgozásod és a naplód kerüljön elénk, és a magánéletet, hanem ez egy regényé váljon. Hogyha tényleg ilyen technikai dolgokat el tudsz mondani, hogy na ott érezted, zsigerileg érezted, hogy ezt nem lehet már. Vagy hogy te nem szeretnél erről beszélni egyáltalán. Nem tudom, vagy volt egy külső olvasó, aki azt mondta, hogy ez már lehet, hogy nem oké. Okay. Úgy örülök, hogy azt mondod, hogy szép irodalom és regény, mert hogy ez bennem a megjelenéskor, tehát hogy mindig... Szerintem azzal, hogy elengedek egy szöveget, meg kell tanulnom szeretni. Most sokkal jobban szeretem az első könyvemet, mint ezt. Majd remélem, hogy ha lesz következő, akkor ezt fogom nagyon szeretni. Nem is tudom. Persze van külső olvasóm. De én azt valahogy, amikor beadtam a munkatervet, akkor is nagyon pontosan tudtam, hogy mit akarok elmondani. Tehát annyira élesen élt még ennek a vidéki kórháznak a képe a fejemben, és közben meg az erős kontraszt, hogy hogyan néz ki egy magán fizetős rendelő, vagy hogy milyen társadalmi hátterekkel kerülünk be egy ilyen szobába, hogy én pontosan tudtam, hogy miről akarok ebben a kötetben beszélni. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt nehéz. Közben meg azt hiszem, hogy nekem csak úgy jó írni. Egyrészt úgy, hogy magamról írok. Nem tudom, hogy ez önző-e, én magamról írok, nekem ez így segít, én nem tudok másról írni. Én magamat érdeklem. És tudtam, hogy ez egyrészt egy vállalás, és ha vállalok, akkor őszintének is kell lennem. Szóval, hogy akkor bele kell írnom egy picit nem tudom, az én anyámmal való kapcsolatomat, vagy az én testemmel való kapcsolatomat, vagy egyes konfliktusokat ott a faluban, ahol most éppen élünk. Úgyhogy több fejezetet kivágtam, az inkább a vége felé volt, szerintem elég sokat írtam ezzel, hogy én feküdtem 2 hónapot, tehát a munkatervem szerint haladva kifejtettem a témákat, és akkor ilyen november környékén volt, hogy Marci a férjem, ugye ő olvasta, és ő szól, hogy hol nem érdekes talán, hol van az, ahol én vagyok talán túl sok, és én igyekeztem, nekem az volt a célom, hogy a környezetemet mutassam be magamon keresztül. És akkor magamat egy kicsit ki kell venni, és egy kicsit eltávolodni, és ezen meg az idő segít. Most, hogy több nő, lány jött oda hozzám az elmúlt napokban, akik tudták, hogy én fogok veled beszélgetni, és kérdezték azt, hogy de hogy nagyon szomorú-e, és hogy ők nagyon szeretnék elolvasni. És mondtam, hogy nem, mert ez nem, nekem nem egy vetélés történet csak. Ahogy te már említetted ezt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden másról szól. Persze ott van ez a fő sodrás, és végül is hát természetesen arról szól, de hogy annyi minden más. Én most felírtam, és ezeken szeretnék keresztül menni itt a következő percekben, hogy mi mindenről szól. És akkor legtávolabbról kezdve szól arról, ami most a margon vagyunk, és egyre több olyan könyv születik, és mutatjuk be, ami már a Covidot valahogy feldolgozza, ami rettenetesen érdekes szerintem. És akkor szól erről, hogy a Covid helyzetben 2 író fogja magát, és leköltözik vidékre Budapestről, és fiatal felnőttek, vagy nem is tudom, hogy ez tök jó. És hogy erről is sokat van szó, mert hogy ezt is kendőzetlen őszinteséggel azt mondod, hogy hát hogy azért ott a téli délutánokon sokszor felmerült benned, hogy oké, hát ez tök jól hangzik, meg hippi, meg menő, de hogy ez jó döntés volt-e? Erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez, hát persze, ez a helyszín, ez fontos, de hogy most hogy érzed, hogy ez a Covid hozta a megoldás, ez mennyire a saját élettered? Most ezt engem kérdezel, vagy a mesélőt, mert olyan nehézeket elválasztani. Jó, nem tudom, nincs erre egyértelmű válaszom, tehát ez egy olyan, ez élethelyzet, amire
nekem általában nem fekete-fehér semmi, tehát azt mondom, hogy most jó, biztos, hogy 10 év múlva nem, uh-huh. nem, tehát nem biztos, de nem hiszem, hogy jó lenne. Uh-huh. Meg hát most is én tegnap érkeztünk fel vidékről, családostól egy 4 hónapos babával, én most úgy jöttem ide a metrón, 2 éve nem lakom Pesten, hogy szorongtam a metrón, féltem, hogy megszólítanak, pedig hát előtte itt éltem, és most örülök, hogy vidéken vagyok a kisbabámmal, úgyhogy igen, sok más szempontból, praktikus szempontból pedig persze nem. Tehát például az egészségügyi ellátással voltak problémák. Itt van ez, ami rettenetesen érdekes, hogy a mesélő nagyon sokat hozza be azt, hogy a környezete mit mond az anyaságról, vagy a szülővé válásról. Hogy ez a majd meglátod, ugye? Egyrészt mondja az anyja, és mondják a barátnők, akik már mondjuk túl vannak, vagy a környezetben olyan nők, akik már túlestek ezen. Hogy meglátod majd a szikra, meg a szerelem elmúlik. Hogy ez a túlélés lesz majd. Hogy aludni biztos, hogy nem fogsz. De hogy, szóval, hogy mindent elmondanak, ha kell, hanem ha kérdezed, hanem amit ők az anyaságról gondolnak. És itt van ez a végtelenül szimpatikus mesélő, aki az elején... Én úgy éreztem, hogy lázad ezzel le, hogy de nem merje, hazamegyek, és azt fogom mondani a páromnak, a Lajosnak, hogy majd mi ezt máshogy fogjuk csinálni. Hogy én ezt nem fogom megengedni, hogy velünk ez megtörténjen, ami itt mindenkivel megtörténik. Az is nagyon érdekes, hogy leírja a mesélő, hogy hát vigyázz a babára, aki azt hiszem a sógornőjének a kislánya, és ringatjad, hogy milyen jó azért, amikor felébred, és vissza lehet adni az anyukájának, és lehet menni az útjára. Szóval, hogy egy nagyon érdekes, ami azt gondolom, hogy sokunk sajátja, akik már eljátszottak az anyaság gondolatával, hogy hát cuki-cuki, de tök jó visszaadni, vagy hogy mi fog egyáltalán megváltozni. És ez nekem rettenetesen érdekes volt, ahogy ez így bomlik ki az írás során, miközben válik anyává így vagy úgy ez a mesélő. Igen, nekem nagyon tetszett tavaly, meg szerintem idén is látta Kállai Eszter azt a munkatervét, hogy az anyákkal kapcsolatos elvárásokról szeretne írni, és most, hogy anya vagyok, most nagyon sok tanácsot kapok, gondolom te is, és olvastam egy olyan technikát, hogy mindenkinek azt kell mondani, köszönöm szépen, nagyon kedves, tőled megfogadom, de hogy nem anyaként is, ugye... A szövegben rendkívül sok tanácsot kap a frissen elvetélt nő arról, hogy ne legyen macskád, ne vegyél ülőfürdőt. Akkor tehát a vidéki tanácsok ezek olyan praktikák, hogy tulajdonképpen arról beszélnek, hogy szexelj a férjeddel, mert úgy leszel terhes, és akkor megjönnek közben a budapesti tanácsok, amik meg olyanok, hogy vedd meg az ajurvédás Himalája őserejét, amitől nagyon termékeny leszel, meg nem is tudom, megtermékenyítő jógás, meditáció, amire pedig ugye a falusi tanácsadók meg azt mondják, hogy nem vagy normális. És nagyon nehéz a mesélőnek, meg szerintem egy átlag embernek is, nem csak nőnek, mert hát egy párról van szó, ha gyereket vállal, az ember általában párban teszi. Tehát, hogy baromi nehéz a tanácsok között úgy eligazodni, hogy van mögötted egy teher, van mögötted egy nehezített teherbeesés. És akkor én ezt akartam kiemelni a szövegből, hogy ez a szerencsétlen mesélő mindent próbál megfogadni, tehát nem eszik disznóhúst és rakott káposztát, csak teljes kiörlésű, nem tudom milyen gabonákat. Megveszi 20 000 forintért a Himalája őserejét, a férjével is beszedeti, és rendkívül sok olyan nővel találkoztam, egyébként később, akinek volt vetélése, de előtte nem beszéltünk erről, mert minek beszélnénk erről, mert tényleg olyan, mintha, tehát hogy én is attól féltem, hogy erről beszélek, akkor ezt elkapom, mint egy korságot. És azóta kiderült, hogy az ismeretségi körömben is több nő küzdött ezzel. És nagyon nehéz ilyenkor kitalálni, hogy most akkor kire számíts, meg mit fogadjál, meg mit ne. És tulajdonképpen ezt a terhet, hogy vacilálsz, hogy akkor most jogázzál, vagy szexelj, vagy barátkozz meg a testeddel, mert azért történik az egész, mert nem vagy jóba magaddal, és az egész úgy rád megy, hogy magadat hibáztatod, és nehéz csendben maradni. Itt van egy ilyen nagyon érdekes, ha már erről a kétpólusú dologról beszélünk, hogy a fővárosi lányok mit ajánlanak, és a falusi asszony, aki ugye az Istent is behozza, azért ezt ne felejtsük el, hogy a templomba járás is nagyon-nagyon fontos, hogy itt van egy nagyon-nagyon-nagyon, tehát szembetűnő a különbség a borsodi állami kórház,
és a magánklinika között. A mesélő mind a két helyet megjárja. A Borsodi Kórházban van ugye ez az egészségügyi küret, ahol igazából azt hiszem erről ír is, hogy mindegy, hát be kell feküdni, és hogy ez mindegy, hogy hol történik. De közben ugye a szerkezet az váltakozik az idősíkokban folyamatosan, és elindul már egy lombik, egy magánklinika, egy budapesti, egy ilyen csillogóan fehér, még az orvos is gyönyörű ott a székében, ahogy várja a mesélőt. Szóval, hogy egy ilyen nagyon-nagyon furcsa kettőség. Erről is beszéljünk egy picit, hogy még mielőtt rátérünk, hogy mi van a kórteremben ebben a kórházban, ez a mesélő, ez bátor szerintem, hogy ő azt mondja, hogy oké, hát én itt élek, én ide megyek most be, és mégis úgy dönt, hogy viszont a másik utat, ami az anyává válás útja, azt nem vállalom már ott. Igen, szerintem ez, tehát hogy nem szeretek általánosítani, de hogy lehet, hogy ez gyakori tapasztalatszerzés, hogyha van, tehát hogy van egy rossz tapasztalatod valamilyen X egészségügyi ellátó helyen, akkor utána már csak magán orvosi rendelőbe mész. És hát tulajdonképpen a kötet ez nem erről szól, de hogy szerintem nagyon fontos ez az általános társadalmi probléma, hogy ugye nem szívesen megy be gyakran egy ember egy-egy kórházba, annak ellenére, hogy a mesélő, remélem, hogy ez is kitűnik a szövegből, tehát hogy rendkívül sok olyan érző emberrel találkozik ebben az állami kórházban, aki tud részvételt mutatni, még úgy is, hogy teszem azt, nem tudom, 12 órás műszakban van, rossz fizetést kap, és elege van az összes betegből, a mesélőből is éppen, hogy ott sír, mert minden nap ezt látja, hogy ott sírnak az emberek. Úgyhogy én igyekeztem az ő szemszögüket is figyelembe venni az írásnál, és nem őket hibáztatni. Ami inkább megterhelő szerintem a szövegben az, hogy a mesélő gyakran kap ugye kitüntetett figyelmet az állami kórházban, a többi beteghez képest, akik ebben a C szobában, amit cigány szobának hívnak, hívnak a folyosón egymás között az emberek. Tehát ez a mesélő ott kitüntetett figyelmet kapott, és inkább ez a megterhelő szerintem a szövegben. De hogy közben meg olyan nagy szeretet van, vagy hogy azt éreztem, hogy belelátunk, hogyha most akkor a kórházba belépünk, és itt van ez a C-kórterem, ahova a mesélő érkezik, hatan vannak ebben a kórteremben, ugye rotálva, ki már végzett a műtétet, ki éppen érkezik, ki mikor, vagy kinek mikor jár le ez a 30 óra, vagy nem is tudom mennyi, amit ott tölt, és itt van ez a szőke lány, a mesélő, aki valóban, ahogy mondod, hogy bejönnek akár a takarítók, akár az orvos és az ápoló, és oda mordul valamit a többiekhez, és akkor odafordul a szőke lányhoz, és azt mondja, és hogy van ma, és minden rendben lesz. És akkor ott vannak ezek a lányok a történeteikkel, és akkor van ez a borzasztó közhely, ugye, ami ugye a nő mindent megtesz, hogy teherbe essen, meg hogy ne, szóval ez a két dolog. És akkor itt van szembeállítva az, hogy ezek a lányok miért érkeznek, vagy asszonyok, hogy egy betegség miatt vannak ott. Egy vérzés, ami egy kívánt baba után érkezik, egy abortuszra érkeznek, fiatalon, nagyon-nagyon fiatalon, vagy idősebben, amikor már nem tudják eltartani a hatodik, hetedik gyereket. És akkor itt van a mesélő, aki viszont egy nagyon vágyott terhesség után érkezik, egy vetélés után. És hogy valahogy hogy mindegyik ágynak megismerjük egy kicsit a történetét, iszonyú nagy szeretettel, miközben elmondja ez a mesélő, hogy kicsit fél azért a lámpaoltás után. Vannak veszélyes alakok, mert hogy ott a kórteremben, akik üvöltöznek, és hát elég erőszakosak, a családdal is így a telefonban. Hát, na jó, azokat a diskurzusokat, az én nagyon sajnálom, hogy nem olyat fogsz felolvasni, amiben van ilyen. Nem vagyok színész. Igen. Mert hogy közben hallom tényleg azt az ízességet. Na, de hogy itt van ez a nagyon színes kórterem, itt van ez a nagyon-nagyon sok indíték, vagy nem is tudom, oka, miért oda kerülnek, és végtelen empátiát érzek ebben a lányban, aki oda kerül,
hát talán az élete legnehezebb pillanatába kerül oda, egyedül oda, ugye, nem jöhet be a férje és a családja hozzá, és akkor semmi más nem marad, csak az, hogy valahogy, mint egy jó tanuló, ugye azt is mondja, hogy ő a jó tanuló a lányok között, akik kijárnak dohányozni, lámpaoltás után is kiszögdösnek, és hogy próbál valamit tenni, hogy úgy odalépjen hozzájuk ebbe a helyzetbe, vagy néha egy zsebkendőt visz, vagy hogy megérinti a combját a másiknak, vagy nagyon érdekes volt ez a kapcsolódni vágyás. Igen, én azt is szerettem benne, hogy most teljesen összemosódik a mesélő, és most nem akarom ezt tovább EPER 3-ban, ezt vállalom, hogy ez EPER 1, mert inkább, tehát a kórházi részletek azok az nagy részt valós részletek, tehát ott nem, nincs nagyon túlzás, nincs kitaláció, ez az én történetem, és így volt. És azt hiszem, tehát visszatekintve, az a jó ebben a vetélésben, ami történt velem, ami nagyon gyakori, ugye, tehát most van egy színdarab is, azt hiszem a Radnotiban, az a cím, hogy 4-ből 1, és amikor én ezzel szembesültem, nekem is azt mondták, hogy 4-ből 1, hogy... Tehát, hogy egy olyan környezetben történt, ami annyira idegen volt nekem, hogy lekötötte a figyelmemet. Tehát olyan volt, mint egy színdarab. Sokszor panaszkodom a pici faluban, ahol élek, hogy nem tudok színházba menni, pedig tényleg ott van a színdarab nekem az utcán, egy teljesen más közegben élek, mint ahol felnőttem, meg ahol Budapesten éltem, és ezért ennek a megismerése az, amellett, hogy ilyen kulturális sok néha olyan, mint egy színdarab. És ez a kórházi szál, és ezt írtam is, hogy olyan, mintha egy színpad lenne, én is szereplő vagyok, és nézem, figyelem a lányokat. És ugye olyan, mintha érdekellentét lenne a szereplők között, mert hogy én a mesélő vágytam a gyermekre, velem szemben egy másik szereplő, itt Fridának hívok, ő éppen elveteti a gyerekét, és hogy mégis ezt a 30 órát valahogy úgy békében szándékozzák együtt tölteni, hogy nyugodtan tudjanak lenni azért egymás mellett, amíg bekerülnek a műtőben. És ugye van egy pillanat, amikor ez a Frida nevű szereplő azt mondja, hogy milyen igazságtalan az élet. És addigra már megtudja az olvasó, hogy a Frida egy olyan házban lakik, ahova nincs bekötve a víz, nincs bekötve az áram, 3 gyereke van, a kútból húzza fele vizet nekik minden nap, éppen a kádban ült, amikor elkezdett vérezni, és mentőt hívott, és a férje nem tudja befizetni a 12.500 forintos csekket a kaparásért, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy igazságtalan az élet, és hogy azért igazságtalan, mert hogy szegény te, akinek nem lehet gyerekei, meg elvetetem. Tehát, hogy ott az együttérzés, ez mindenkiben kialakul, és nem tudom, hogy mennyire, tehát, hogy szerencsés vagyok szerintem, hogy nincs sok kórházi tapasztalatom. Úgy képzelem, hogy talán a szerencsésebb kórtermekben kialakul némilyen közös világ. Megteszed, hogy most felolvasod ezt a részletet, amit megbeszéltünk. Ez pont a kórteremben játszódó kis részlet lesz. Mire visszaértem a mosdóból, Jeanett már utcai ruhájában ült az ágya szélén, és újra a kanüllel babrált. A nővér azt mondta neki, majd az indulás előtt kiveszi. Fekete lyukacsos nadrágot és egy fehér, melltartószerű topot viselt. Nyoma sem volt rajta sem rettegésnek, sem bágyadtságnak. Felállt, kiment az ajtón, és pár perc múlva tűnélküli csuklóval érkezett vissza. Összepakolta a holmiát. Láthatóan örült. Felszabadult volt. Elrakta a telefontöltőt, a telefonját, egy betétet, a táskájából egy energiaitalt szedett elő. Felbontotta és beleívott. Egy kicsi tükröt varázsolt elő, amiben megvizsgálta az arcát, megigazította a frufruját, kirúzsozta ajkát. Rózsaszínű volt, rikító rózsaszínű a rúzs, ami élesen elütött minden más színtől, amit a szobában láttam. Miután kirúzsozta magát, csücsörített, aztán megcsókolta a készfejét, hogy a felesleget eltávolítsa az ajkáról. Elégedett lehetett az eredménnyel, mert eltette a tükröt. Fogta az energiaitalt, és felállt az ágyról, mert távoznia kellett, megkapta a zárójelentést, és az ágyra már szükség volt. Várta a busz, ami hevesre, a busz megállóban pedig az anyja, aki hazaviszi, ahol pihenhet egyet a plüskanapén, aztán felhívja a fiút, aki teherbe ejtette, aki ilyen helyzetbe hozta, és az anyja tiltása ellenére találkozik vele még aznap este.
Nem figyel rá senki, hogy mindez ne történjen, mert az anyjára se figyeltek, meg az ő anyjára sem. Erőszak, brutalitás, részeges szerelmek, tinédzser anyák és 30-as nagymamák járják a környéket. És csoda, hogy Jeanette-nek egyáltalán lehetett abortusza, hogy legalább arra odafigyelt a család, hogy ne legyen leányanya. Talán szerelmesen bújik majd ahhoz a fiúhoz, hogy végre, ha csak 10 percre is, de valamilyen csalóka biztonságban érezhesse magát az erős fiú karjai közt. Szexelni is fog vele minden bizonnyal. Fájni fog, de kibírja. Nem fog szólni, ha rossz, sem arról, hogy védekezni kellene, mert nem ő dönt. Ő csak azt dönti el, hogy felszáll arra a buszra, és hazamegy, minden más csak történik vele. Flitteres táskájával a karján, mintha picit tétovázott volna. Még egyszer körülnézett. Fehér topja alatt kilátszott szép barna hasa, a gyűrött köldöke. Annyira vékony volt, hogy féltem, a nehéz táska súlya alatt ketté törik csontos karja. A hasa olyan volt, mint az enyém, amikor 12 évesen a sárga bikinimben a Balatonban fürödtem, és élveztem, hogy kezd csúcsosodni a cicim. Az anyám a parton napozott, ő vette a belépőt, este koncertre mentünk, aztán vacsorázni. De Jeanette-nek más dolga lehetett 12 évesen, nem balatoni koncertekre és éttermekbe járt az anyjával. Amikor a telefonjára nézett, mintha megrémült volna, picit felhorkant, és mielőtt sietős léptekkel távozott volna a szobából, rám emelte mély barna, meleg tekintetét. Egy gyerek riadt, mégis eltökélt tekintete volt. A szemembe nézett, egy pillanatig habozott, aztán vékony, gyermekhangon azt mondta, ne tessék félni, nem fog fájni. Ebben a részletben ez a gyermeki valaki is megjelenik, és megjelenik az, hogy nem ő dönt. És az egész könyvben megjelenik ez, és erre a mesélő még rá is játszik azzal, hogy folyamatosan megidézi azt a pedagógust, aki Éva nénit, aki annó ott az iskolában mellett állt, és mutatta az irányt, és az anyját is. Szóval gyakorlatilag folyamatosan visszamegy így a gyerek szerepébe, és le is van írva, aztán az is, hogy mennyire kontrollvesztett és kiszolgáltatott állapot az, amikor nyilván a nő ott egy terpezben, egy pálcikával az orvos közeledik felé, és ott már igazából tök mindegy, hogy te mit mondasz, mit csinálsz, ez meg fog történni. És hogy ez nekem ez megterhelőbb volt valahogy, mint... maga az, hogy a műtét, valószínűleg azért, mert folyamatosan ott volt a másik szál, amikor én sejtettem, hogy ebből a magánklinikából már egy gyermek fog születni, de hogy ez egy borzasztó érzés volt, hogy elindulunk az anyává válás felé, mert felnőttnek érezzük magunkat, de folyamatosan egy ilyen kiszolgáltatott gyermeki lét köszön vissza. Rengeteg elvárással ráadásul. Hogy hogyan kellene ezekben a helyzetekben viselkedni, hogy mit tanított az anyánk, hogy mit tanított a pedagógus, hogy hogyan kell ezeket kezelni, erősen kihúzva magad, és a megoldásra koncentrálni. Mindig annyi minden jut eszembe, miközben beszélsz, aztán miközben én beszélek, elfelejtem. Erre nagyon erősen odafigyeltem, és örülök, hogy akkor ez szépen kicsúcsosodott, és egyébként örülök, hogy a könyves magazinban a Sándor Anna kritikájában is kiemelte ezt, hogy erről sokat olvastam is, hogy amikor egy ilyen krízis helyzetbe kerülsz, egyrészt bekapcsolnak a rossz reflexek, mindenféle komplexusod, amit azt hitted, hogy már leküzdöttél, és hát nekem az első könyvem a megfelelési kényszerről szól. Lehet, hogy ha lesz következő könyvem, szeretném, akkor abban is szó lesz erről. Úgyhogy őt Edith néniben fogalmaztam meg. Edith néni egy fiktív szerep, aki megjelenik a kórházban, és rászól a mesélőre, hogy de álljál fel, és tedd oda a bugyidat az ágyra, és csináld, szedd már össze magad, hogy leszel így ötös tanuló. Másrészt pedig, mondom, ez sokszor olvastam, hogyha valakinek kórházi élménye volt, tehát akár, nem tudom, bármilyen komment beszámolók alapján, hogy a legjobban valószínűleg az fáj az embernek, hogy itt egyáltalán nem az, hogy nem ő irányít, hanem hogy teljesen kontrollvesztett állapot, teljesen kiszolgáltatott állapot, és én ezt abban tudtam a legjobban megfogni, hogy gyereknek érzi magát ez a szereplő, akinek megmondják, hogy mit csinál, és hogyha az neki nem tetszik, hát nyilván nem tud semmit sem tenni. Ott van egy mélytágító pálcika a méhében, tehát ha tetszik, ha nem, akkor is ez a helyzet. Fel fognak vinni a műtőbe, ez az ember fog felfinni, akkor is, ha kiabál az összes lányjal. És ezért ez a...
tényleg, hogy az anyává válás folyamata, az azt gondolná az ember, hogy arról szól, hogy akkor most tényleg felnőtté válok. Például nagyon jól érzem magam, mert a héten megcsináltuk a fiamnak a gyerekszobáját, és én ettől olyan felnőttnek éreztem magam, hogy képesek vagyunk gyerekszobát csinálni. Viszont abban a helyzetben, de ez ugyanúgy előkerült akkor, amikor éppen szülsz, nem tudom neked milyen szülési élményed volt, de nagyon-nagyon sok olyan traumatikus szülési élmény van, amikor tehát a lehető legrosszabb helyzetben olyan beszólásokat kapsz, a szűkre varrom nekedtől elkezdve, amit már gyakran olvastam, az, hogy tulajdonképpen nem tehát úgy érzed, hogy nem segítik a folyamatot, szerencsére egyébként nekem nem ilyen volt, pardon. De hogy erre nagyon próbáltam odafigyelni, hogy ezt a szálat, ezt erősen kiemeljem. Hogy egy kórházba került ember, bármilyen diagnózissal, most épp itt a vetélésről van szó, általában nagyon kiszolgáltatott. És szerintem nincsen különbség az állami vagy a magán. Szóval, és ez olyan érdekes, mert minthogyha amikor a magánklinikában van a mesélő, és akkor tényleg minden csillog-villog és fehér, és ráadásul olyan a kuka, hogy így csak így fölé kell is simogatni a kezedet, és ez kinyílik, és így visszaszámol, hogy tényleg hozzásér. És hogy amikor már ott van a legvégén a szüléshez közel, akkor nem nyílik ki ez a kuka. Szóval, és ez nekem annyira, és így ér véget gyakorlatilag ez a történet, és hogy olyan szimbolikus volt, hogy hát, hogy igazából mindenhol megtörténhet végül is. Tényleg akárhol, tehát nem tudom, tapasztalat is az, hogy magánklinikán biztosan szebb és tisztább a folyosó, meg a mosdó, meg egyebek, de a végét azt egyébként azért igyekeztem így befejezni, mert hogy nem, hát pont el akartam távolodni a saját problémámtól, és valahogy ez volt az első kérdés, hogy próbáltam ebből szép irodalmat csinálni, úgyhogy idő, úgyhogy mással foglalkozom, úgyhogy tényleg 3 hétig leteszem a szöveget, és akkor friss szemmel olvasom. És valahogy nekem már nem, tehát én tudom, hogy én vagyok az a szereplő, de nekem már nem annyira én vagyok. 2 évvel ezelőtt nem tudtam volna így beszélgetni vele, tehát nagyon örülök, hogy ezt megcsináltam. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az állami kórházban is bármilyen jó tapasztalatot lehet szerezni, meg magánkórházban is lehet rosszat szerezni. És ugye a könyv vége, hozzáteszem, hogy a magánklinikán ugye van ez a suhingatós kuka, amíg az állami kórházban konkrétan nincs kuka a kórteremben, illetve ugyanaz a kuka, amiben felmossák a kórtermet. Azért akartam ezt a kuka dolgot kiemelni, hogy inkább erről a társadalmi problémáról szóljon, mint egy egyéni problémáról. A beszélgetés vége fele muszáj még egy témát behoznom, ami még inkább a magánéleted, és szólj, hogyha. De hát ezt csináljátok ti ketten a férjeddel folyamatosan, mert hogy én pár hete olvastam egy másik regényt, Gellóci Mártonnak a fikció trilógiájának az első kötetét, amit szintén nagyon ajánlok mindenkinek, aki itt van. És hogy ott viszont egy férfiról olvasok, úgy hívják, hogy Gellóci Márton, és ő a családját kutatja, az apját, a dédnagyapját, nagyapját, szóval, hogy így a generációkon átkutat a múltban. És azért nagyon ott volt, vagy lehet, hogy én már ilyen szemüvegen keresztül olvastam, hogy ez a férfi ez egyrészt magával szeretne tisztába kerülni, de hogy nagyon fontos volt az is, hogyha esetleg ő egyszer csak családot szeretne alapítani, és majd ő lesz valakinek az apukája, akkor ezeket a kérdőjeleket és titkokat és elhallgatásokat ne adja már tovább. És ebben a regényben, az majdnem 400 oldal, folyamatosan visszatér azért ez az indíték, hogy majd, hogyha ő neki lesz családja. És ennek a Gellóci Márton nevű főhősnek van egy feleség, vagy nem, szerelme, Zsófi, akiről én nagyon sok mindent megtudtam ebből a regényből. És akkor most itt van 2 regény, 2 fikció, ugye még ezt a címet is adja neki a szerző, és hogy olyan gyönyörű, azt akartam csak mondani, hogy itt látunk egy férfit meg egy nőt, aki valamire készül, a családdá válásra, meg a szülővé válásra, és hogy végül ez sikerül, és hogy ez mennyire gyönyörű munka, és milyen jó irodalom, mert hogy itt most nem arról van szó, hogy én a Zsófi és a Marci életébe szeretek válikálni, hanem hogy szuper olvasmány is. És itt nagyon fontos volt nekem a szívhangban az, hogy ez a lány nincs egyedül. Pedig mondhatjuk azt, hogy kiszolgáltatott, és mondhatjuk azt, hogy kontrollvesztett, és hogy borzalom, ami történik, de hogy nincs egyedül.
És az egyedüli ember, akinek megengedi, vagy aki előtt megengedi, hogy gyenge legyen, és azt mondja, hogy én most sírni fogok, és bömböl, és nem fogom azt mondani a telefonban, hogy igen, minden rendben van, miközben nincs minden rendben, az az ő férje. És hogy ez gyönyörű volt ebben a történetben, ahogy kidomborodik, hogy itt azért két emberről van szó. A szülőség az két ember, és nem csak onnantól, hogy megszületik az a baba, és most ők fürdetnek, amíg mi itt beszélgetünk, hanem hogy abban is, amikor a legmélyen van az ember. Olyan jól beszélsz. Jaj, köszönöm szépen. Tök jól megfogalmazod. Nekem igen, az is fontos volt, hogy ábrázoljak egy ilyen férfi típust. Örülök, hogy ő a férjem. Nagyon sokszor olvasok olyan irodalmat, amikor az elnyomó, meg a narcisztikus férfi, ahogy akár nő jelenik meg, és szerintem azt is meg kell örökíteni, ha nem. Tehát az is irodalom, ha nem ilyen. Meg az volt még nekem érdekes, hogy én sokáig azt hittem, hogy ez egy nagyon női téma, hogy ez egy nagyon női könyv, és pont igen, a Valuska Laci kérdezte, hogy miért mondom ezt, és aztán azon gondolkodtam, hogy tényleg miért mondom ezt, hiszen a gyerekvállalás ez egy páros történet, és hát a vetélést az alapvetően lehet, hogy a nő testével történik, de ugyanúgy egy páros vesztesség, igen. Az meg, hogy mondod, hogy milyen jó, meg szép róla olvasni, ezt mondtam ma neki, mert mondtam, hogy lehet, hogy lesz rólad szó, és hogy lehet, hogy lesz arról szó, hogy milyen empatikus, csodás férfi vagy, és éppen mosogatott, és azt mondta, hogy azért vannak nálam normálisabb emberek. Nagyon várom a folytatását az ő regényének is. Összel. Igen. Még annyit mondj, Zsófi, mert hogy ez az első kötetednél, azt még el szeretném mondani, hogyha esetleg nem olvastátok, akkor én a Mastercard ösztöndíj zsűrizésén ott voltam, ahol a zsűri, ahogy a döntés született, folyamatosan beszélt arról az első kötetedről. Olyannyira, hogy ketten elrohantunk, a hadikban volt a zsűrizés, és a Móriczra, hogy megvegyük a kötetedet, mert annyira kedvet kaptunk, és annyira szépen nyilatkoztak róla. Szóval, hogy ott is azt mondod, hogy benne vagy, fel lehet ismerni, itt van a szívhang, hogy hogyan tovább, hogy akkor ez a te irodalmi, meg írói nyelved, hogy igenis nem tagadod, hogy, mert hogy ez egy ilyen nagyon álnaív kérdés, amikor így ülünk, hogy van a főhős, és hogy, na de hogy te vállaltan magadból fogsz dolgozni, vagy hogy egyáltalán van-e bármi ötleted, hogy mi az a téma, ami téged izgat? Amikor elkezdtem ezt a szöveget írni, előtte teljesen másban voltam. Egyébként nagyon nehéz második könyvet írni. Én örülök, hogy más, úgy érzem, hogy más lett, mint az első. De volt más ötletem, ugyanúgy magamból indultam ki. Akkor először a nagymamámnak az Alzheimer koráról akartam írni. És szerintem mindig úgy fogok dolgozni, én így érzem jól magam, hogy magamból indul a történet, velem történt, akár gyerekkor, akár jelen. Sokat írok, tehát szeretek írni. Nem tudom, hogy most hogy fogok írni, most egy ideig valószínűleg nem fogok írni. És hogyha összegyűlik annyi anyag, akkor látom, hogy már mit szeretnék ezzel mondani, és akkor tudok bele egy-egy fiktív szállat, nem is fiktív szállat, fiktív szereplő, tehát például itt a vidéki fejezetekben rengeteg fiktív szereplő van, vagy rengeteg összegyúrt szereplő, akár fiktív történet is. De azt nem tagadom, hogy én vagyok a történetek középpontjában, és én vagyok a mesélő. Nagyon-nagyon gratulálok, Zsófi. Nagyon-nagyon szuper, hogy megszületett. A mostani győztes Vajna Ádám, aki itt ül, és köszöntötted már, és André Ferinek is azt mondjuk, hogy na, gyerünk, srácok, mert hogy a Zsófi már letette az asztalra, ami most rátok vár. Azt szeretném kérdezni a Fannyt, hogy hol lesz a dedikálás? Odakint, szuper. Szóval Zsófi könyvét most meg tudjátok vásárolni a Bookline buszon, és odakint pedig dedikálja is nektek, és én nagyon ajánlom ezt is, az előzőt is, meg a Gerlóczi Marcit is, mindenkit a családból. Köszönjük. És további szép estét kívánok, gratulálok még egyszer, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.